2021-től több különböző lakáscélú jelzáloghitel is csökkentető a gyermekek után járó jelzáloghitel elengedéssel. Sőt, a február 1-től igényelhető támogatott lakásfelújítási hitel is lefaragható vele. A legfontosabb újdonságokat és a leggyakoribb hibákat gyűjtötte össze a Bankmonitor, és Barna kérdezi a Bankmonitor képviselőt. Köszönöm szépen, Sándorfi Balázs van itt Skype kapcsolatban velünk, a Bankmonitor vezetője. Jó reggelt kívánom! Jó reggelt kívánok! Érdekes dolog, amikor ezt elolvastam, hogy nagyon sok tényezőre figyelni kell, hogy nehogy elcsúszunk valamint. Menjünk sorba rajta. Ilyenkor mindenki csökkenteni akarja a hitelét, vagy ki akarja váltani, de ez így első falatra elég sok lenne, két-három fogásos ebéd. Menjünk sorba rajta. Na most, mely hitelekre jó ez? Melyik hiteleknél lehet csökkenteni? Amelyeket már fölvettek, vagy amit közbe vettek föl? Igen, engedje meg, hogy először tisztázzuk a csökkentés mértékét, hogy miről szól a csökkentés. Tehát először is szeretném hangsúlyozni, hogy a második gyermek születésekor 1 millió forinttal, a harmadik gyermek születésekor 4 millió forinttal csökkenthető a család meglévő lakáscélú hitelállománya. És akkor, hogy mindez hogyan történhet meg? Az a fontos, hogy a gyermek születésekor már folyósított hitelről kell beszélni, tehát az első bananhéj az lehet, hogyha a gyermek születésekor még csak megigényeltük a lakáshitelt, amit csökkenteni szeretnénk, az nem megfelelő. Az egy nagyon fontos előírás, hogy amikor csökkentést szeretnénk végrehajtani a hitelünkből állami támogatás formájában, akkor már a gyermek születésének meg kell, hogy történjen. A kedvezőbb eset, hogyha valaki korábban gondolkozik, ugye nem feltétlen egyébként, hogy megszülessen a gyermek, 12 hetes magzati kortól, ha már van korábban felvett lakáshitelünk, akkor ez csökkenthető az említett második gyermeknél 1 millió, harmadik gyermeknél 4 millió forinttal. Mi a helyzet a hitelkiváltással? Sokan így is gondolják, hogy csökkentik a visszafizetendő pénzt. Igen, ugye hitelkiváltást akkor szoktunk végrehajtani, hogyha vagy kedvezőbb kondícióval tudunk éppen aktuálisan felvenni hitelt, vagy pedig további hitelre van szükségünk, és megnöveljük a tartozást. Hogyha az eredeti lakáshitelünket kiváltottuk, akkor abban az esetben tudjuk ezt az állami támogatott résszel előtörleszteni, amennyiben megőrizte a hitel a lakáscélú jellegét. Ugyanis kiválthatjuk a hitelünket szabad felhasználású hitellel is, abban az esetben nem fogjuk tudni igénybe venni ezt az 1, illetve 4 millió forintot. Tehát ezek egy nagyon fontos tényező, illetve második kritérium az, hogy amikor kiváltottuk a hitelünket, akkor nem növelhettük a hiteltartozás összegét, tehát az eredeti hitelösszeg keretein belül kellett maradni, ahhoz, hogy igényelni tudjuk az 1, illetve 4 millió forintot. Mi van akkor, ha valakinek van egy jelzáloghitele, lakásvásárlásra gondolok, és most február 1-től szeretné igénybe venni ezt a 3 millió forintot, pontosabban 6-ot maximum, a 3-at visszatérít az állam, persze gyűjtögetni kell a számlákat. Ez hogy csúszik össze, már ha össze lehet csúsztatni? Igen, nézzük meg akkor egy ilyen példát, hogy 3 évvel ezelőtt vásároltunk egy lakást, ehhez igénybe vettünk lakáshitelt, most pedig igénybe vesszük a 6 millió forintos támogatott lakásfelújítási hitelt, mondjuk évvégén megszületik a harmadik gyermekünk. Ebben az esetben az fog történni, ugyebár, hogy jó esetben végigfutott a felújítás, és a 6 millió forintos támogatott felújítási hitelből már csak 3 millió áll fent, hiszen a felújítási támogatást azt megkaptuk, lecsökkent a tartozásunk. Ekkor van ugye egy eredeti lakáshitelünk, és fennmaradt 3 millió forint a felújítási hitelből, és a harmadik gyermek esetében ugye 4 millió forintot kapunk, amit visszafizetésre felhasználhatunk, ebből 3 milliót rákölthetünk a támogatott felújítási hitelre, és egy maradék 1 milliót a korábbi lakáshitelre. Azt, hogy melyik hitelbe mennyit törlesztünk be, azt az adós tudja meghatározni. A jó hír az, hogy a lakáscélú hitelek esetében több különálló hitelre is felhasználhatjuk az 1, illetve 4 millió forintot. Mi van akkor, ha adóstárs is van? Az adóstárs az egy nagyon nehéz téma, ugyanis hogyha a házaspáron kívüli adóstársról beszélünk, akkor ott
egy olyan hitelfelvevői felállás van, aminek az esetében nem fogjuk tudni igényelni ezt az 1 és 4 millió forintot a hitel csökkentésre. Ugye általában ez akkor szokott előfordulni, hogyha magának a házaspárnak a jövedelme nem elegendő arra, hogy felvegye a hitelt, és ezért mondjuk a szüleik megjelennek adóstársként a hitelszerződésben. Hogyha a családon kívüli adóstárs van, akkor sajnos ez nem vehető igénybe. És akkor még a haszonélvezeti joggal nem is foglalkoztunk. Tényleg, akkor mi van? A haszonélvezeti jog is egy nagyon nehéz kérdés, ugye ez alapvetően már egy ilyen hitelkockázati tényezőként kell értelmezni. Ugye a haszonélvezeti jog az azt jelenti, hogy a bank nem rendelkezhet a hitelfedezet fölött. Ezért csak úgy működhet a dolog általában, hogyha a haszonélvezeti joggal rendelkező személy hajlandó aláírni egy olyan papírt, hogy lemond a haszonélvezetéről, hogyha végrehajtásra kerül sor egy nem kívánt szomorú helyzetben. Itt a végére egy dolog maradt még, akinek kérdése lenne, mert ugye nagyon sok témát érintettünk, és ahány hitelkonstrukció, annyi féle helyzet, élethelyzet jöhet. Én néztem a honlapjukat, hogy ott, ha kérdése van, válaszolunk, tegye fel, ott villog. Még működik? Abszolút, abszolút. Ugye én azt gondolom, hogy 2021-ben rettenetesen komplexé vált a lakásfinanszírozás a támogatási hiteleken keresztül, a piaci hiteleken keresztül, tehát az, hogy ki hogy rakja össze a finanszírozási csomagját, és utána a követő kedvezményeket hogyan veszi igénybe, ez rettenetesen komoly kérdés, és nagyon sok millió múlhat azon, hogy ezt jól csinálja meg egy család. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.